Ogonovszky Edit nívódíjat kapott Nagyné Balla Judit, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium pedagógusa. Az olasz-magyar szakos tanár korában már a Bónisz Bona a nemzet tehetségeiért díjat is hazavihette. Mindkettő elismeréshez szeretnék gratulálni. Nagyon köszöntöm itt a stúdióban tanárnőt. A legfrissebb, a mostani, amit elsőként említettem, ugye? És igen. Erre az elismerésre az van írva, hogy életműdíj. Igen, egyrészt örömteli esemény is volt számomra, meg egy kicsit talán sajnálatos is, hisz az életműdíj az azt jelenti, hogy az ember már elért egy bizonyos életkort, azoknak osztogatják ezt a díjat, akik mögött már nagyon sok év szakmai tapasztalat háta mögött van. És tehát, a pozitív eredmény. Igen, remélem, hogy tényleg így van, és ebben meg tudnak erősíteni akár a kollégáim, vagy akár a diákjaim, és tehát igen, ezt az életműdíjat az eddigi, az olasz oktatás terén végzett eddigi munkámért, az eredményeimért kaptam meg. Hány éve tanít a Kölcsey gimnáziumban? 1995-ben kerültem a Kölcsey gimnáziumba, tehát lassacskán, idestóval 30 éve, még pár év hiányzik rá a 30 éves jubileumhoz, de ott vagyok a Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Magyar-olasz szakos, igen. Pedagógus, mindkettő nyelvet tanítja? Nem. Vagy annyi olasz nyelvű órát kell tartani? Kizárólag az olasz nyelvvel, az olasz nyelv tanításával foglalkozom. Egy kicsit szívfájdalmam is, hogy a másik szakomat el kellett hanyagolnom bizonyos szempontból, hisz kiestem a magyar nyelvnek a tanításából, a magyar nyelv és irodalom tanításából. Én azért azt gondolom, hogy igyekszem a kapcsolatot valamilyen formában azért a másik szakommal is megtartani. Nagyon sokat olvasok, színházba járok, a kulturális érdeklődésem az megmaradt, de igazából tehát kizárólag az olasz nyelv tanítására fókuszálódik a tevékenységem. Én úgy tudom és úgy tapasztaltam az elmúlt években, hogyha a Kölcsey gimnázium neve felmerül, akkor ott azonnal mondják is, hogy te tudod, ott lehet olasz tanulni, és ez egy márkája is talán a gimnáziumnak, és gondolom, hogy ebben önnek is egy nagyon fontos szerepe lehet például, hogy a nyíregyházi olasz nyelvoktatás és a Kölcsey gimnázium egy kicsit így összefonódik, és azok a diákok, akik a Kölcseybe jártak valaha, vagy most is oda járnak, és olasz nyelvet tanultak, akkor vagy egy életen át nem felejtik, szép emlékeik vannak, sok helyre eljutnak, és ragyogó eredményeket érnek el. Mennyi idő volt ez önöknek, önnek, ezt kialakítani, hogy ez egy ilyen szép folyamat legyen. Ez való igaz, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és én igazából a kezdeteket ugye a 2001-2002-es tanévre datálnám, akkor mentem vissza egyesről, és igazából akkor tudtam magam belevetni ebbe a munkába, és folyamatosan építkeztem. Egyedül voltam olasz szakosként nagyon-nagyon hosszú ideig, második éve, harmadik éve, ha jól emlékszem, lehet, hogy nem jól számolom, szállt be az egyik kolléganőm ebbe a munkába, de a hosszú-hosszú éveken keresztül, tehát egyedül vittem a munkát. Igazából segítségem sem volt, vagy csak az országban tanító, egy más iskolában tanító olaszakos kollégáktól tudtam segítséget kérni. És lassacskán beletanultam az olasz nyelv tanításába, az eredmények pedig szépen jöttek folyamatosan maguktól, elkezdtünk járni olasz fesztiválra, a gyerekek elkezdtek próbálkozni az OKTV különböző kategóriáiban, kiépítettem csereiskolai kapcsolatot 14 éven keresztül, udinei iskolákkal volt kapcsolatunk, Comenius projektet szerveztem, eljutottam 22 gyerekkel Báriba, egy másik kapcsolat keretében, egy másik csere kapcsolat keretében eljutottunk Nápoly mellé, Szárnóba, egy kis településre, és úgy gondolom, hogy ennek lett tulajdonképpen ennek a hosszú folyamatnak, a évtizedeknek az eredménye az, hogy ezeket a díjakat én megkaptam. És ön nyíregyházi? Nem nyíregyházi, nem vagyok nyíregyházi származású, én egy kis faluból származom, ebben a megyében születtem, de Tyúkodon nőttem föl, és én ezt tényleg szeretem. És hogyan lett olasz tanár? Eredetileg magyar-orosz szakos tanár voltam, itt végeztem, az akkor még Bessenyei György tanárképző főiskolán, viszont 90-ben kaptam készhez a diplomámat, a magyar-orosz szakos általános iskolai tanári diplomámat, és 90-ben ugye az orosz szakos tanároknak át kell
kellett képezniük magukat. Teljesen véletlen találkozásnak köszönhetően az egyik régi csoporttársamtól megtudtam, hogy indul olasz szakos képzés itt a főiskolán, és belevágtam, és tulajdonképpen akkor kialakult egy nagy-nagy szerelem a nyelv a kultúra iránt, és utána természetesen képeztem magam, mester képzésen vettem részt olaszból is, magyarból is, tehát tulajdonképpen megszereztem az egyetemi végzettséget is, de igazából az én szívem ügye, az én szívem csücske, így az olasz nyelv lett. Milyenek a visszajelzések a régi diákok részéről végül? Hadd kérdezzem meg ezt. Tehát van-e kapcsolattartás? Tehát a nyelv összeköti-e önöket ma is? Természetesen, és azt gondolom, hogy egy pedagógus mindig a legnagyobb örömmel tölti el, amikor még évek múltán is, vagy évtizedek múltán is jönnek a visszajelzések, jönnek az üzenetek. Pont tegnap kaptam egy nagyon kedves e-mailt az egyik milánói egyetemen tanuló kislányunktól, tavaly végzett, és Milánóban tanult tovább, az egyik egyetem padjait koptatja, és most írt nekem egy e-mailt, hogy olaszul természetesen, tökéletes olasz, olyan nyelvi fordulatokkal, amelyeket csak ott élők tudnak használni és alkalmazni, hogy szeretne velem találkozni, és szeretne arról beszámolni, hogy mi történt vele az elmúlt időben. Hát úgy gondolom, hogy egy ilyen neves szakmai életműdíj mellé ez is egy igazi ajándéknak, igen, és elismerésnek számít. Kedves tanárnőink, köszönöm, hogy bejött hozzánk, még egyszer gratulálunk, és további sikeres, szép munkát kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm.